Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Újra népszámlálást tartanak Magyarországon, az online adatszolgáltatás pedig már meg is kezdődött. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Jótékonysági almanap. A gyermekotthonok lakói számára szüreteltek Nagykállóban. Népszámlálás 2022. 11 év után kell újra adatokat szolgáltatni. Savanyító üzem Szamosszegen, a helyben megtermelt termékeket dobják piacra. Őszköszöntő jótékonysági almanapot rendeztek csütörtökön Nagykállóban. A megye közéleti szereplői, hatósági vezetői és mezőgazdasági szakemberi által leszületelt gyümölcsmennyiséget a kormányhivatal gyermekotthonoknak ajánlja fel. Az eseményen elhangzott, egyre nehezebb helyzetben van az alma ágazat, fejlődéséhez pedig az öntözés és termesztés technológia korszerűsítésére van szükség. Ritka pillanat az, amikor két Szabó Tünde egyszerre szedi az almát Nagykállóban. Csütörtökön ez is megvalósult, Nyíregyháza országgyűlési képviselője és a megyei tiszti főorvos is részt vett az őszköszöntő jótékonysági almanapon, amelyet imán negyedik alkalommal szervezett meg a megyei kormányhivatal. Akik összegyűltünk itt az alma szedésére, azzal a célra gyűltünk össze, hogy a házigazdáknak a felajánlásával az alma mennyiség, amit leszedünk, az a megyében lévő gyermekotthonokba, az ott lévő gyermekek számára eljusson. Tavaly évben azt kértünk mindenkit, aki itt volt, hogy váljon a szabolcsi alma nagykövetévé. A mai rendezvényen is minden olyan kedves vendégünket, aki itt megfordul, arra kérünk, hogy vigyék jó hírét a szabolcsi almának szerte az országba, és bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudunk onnan járulni, hogy még keresettebb legyen az itt megtermelt, igen, finom és számunkra nagyon kedves gyümölcs. Az esemény ünnepi hangulatához a Szabolcs Néptánc Együttes járult hozzá kalocsai táncával. A jótékonysági szüret ugyanis a szabolcsi alma ünnepét is jelenti, még akkor is, ha az ágazat nincs könnyű helyzetben. Bölcskei György, a nagykállói tész tulajdonosa arról beszélt, rengeteg problémával kellett és kell megküzdeniük idén. Elérkeztünk egy betakarításra, és van mit megünnepelni, de ahogy most látjuk, ami most példázza az, hogy most is esik az eső, ugye az azt példázza, hogy ez nem mindig ünnep sajnos, hiszen az egész év arról szólt, hogy amit el lehet képzelni, borzalmat egy termelésbe, ugye az bekövetkezett tavasza, ugye egy kicsi fagy hideggel, ugye egész nyáron tartó asszály, és most, amikor betakarítánk, gyakorlatilag majdnem mindennapos eső. Tehát, és akkor mindig ahhoz a dolog, hogy akkor ezt hogy fogjuk kibírni, hogy fogjuk túlélni. Igen. Ha már ugye az asszályról beszélt, milyen károkat okozott ez, illetve milyen arányban mozog most az, hogy mi megy léalmába, mi megy étkezési almába? Igen, hogy az alapkérdés az, hogy gyakorlatilag az asszály miatt vannak olyan kertek, hogy nem nőtt meg az alma. Tehát azt jelenti, hogy a normál méretének a súlya egy harmada. Tehát ez, és nem csak úgy a súlya harmada, amiatt, hogy nem érte a méretet, nem étkezési alma, hanem léalma. Tehát az asszály iszonyatos károkat okozott az almágazatban is, igen. Kivétel azok a kivételes kertek, ahol öntözés van, és meg ráadásul olyan szintű öntözés, amely ugye valamilyen szinten véd a nagyon nagy asszály és a nagyon nagy légköri asszály ellen is, igen. Itt egyébként a tész területén mekkora területen termesztik az almát, illetve milyen fajták találhatóak van? Hát gyakorlatilag minden fajta megtalálható. A probléma az, hogy lassan már az áruházak kínálatában annyira leszűkül, hogy gyakorlatilag szinte 3-4 fajtával akárják elintézni, és ez a fajta szortimentet bizony szűkíteni fogja. A másik probléma az, hogy még ugye ez a világhelyzet miatt az exportpiacoknál is ugye beszűkülés van, ott is nehéz, esetleg más fajtákat lehetett volna elhelyezni. A terület így hiába mondjuk az, hogy van a TS területén, hát ilyen 1100 hektár, de az a terület, amely folyamatosan ugye kiváló exportot tudna termelni, az ennek csak egy része. Érvényes az, hogy a szabolcsi almának nincs párja. Ezt már Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondta köszöntőjében. A politikus is szólt arról, hogy szükség van a kistermelők segítésére. Ebben annak a szabolcsi almacentrumnak is nagy szerepe lesz, melynek alapkövét tavaly tették le. Itt a természeti környezet, és kiemelném a gazdák gondosságát és szeretetét,
neveli az almát, és egy picit a szabolcsi alma másabb, mint a többi. Ezért is vagyunk itt Nagykálóban, a termelés központjában, a Nyírségben, és engedjék meg, hogy röviden szóljak arról, hogy egy kitörési lehetőség építése van folyamatban itt a szomszéd településen, Újfehértón, Szabolcsi Alma Centrumra gondolok. A kormány jóvoltából és Európai Uniós támogatással épül egy 9000 tonnás kapacitású tároló, feldolgozó és tudásközpont. A Debreceni Egyetem is részese ennek a programnak, és reméljük, hogy egy év múlva, ha Isten is megsegít bennünket, akkor már élvezni fogják a kis termelők, a kis gazdálkodók, a kis gazdák ennek az üzemnek a jótékony hatását, ami reményeink szerint forint milliókban fog a térségben megjelenni. Az almatermés visszaesését idén elsősorban az aszály okozta, ezzel a problémával a jövőben is számolni kell, hangzott el az eseményen. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár arról beszélt, a termelők közös gondolkodására és az öntözési technológia fejlesztésére is szükség van a helyzet hosszú távú kezeléséhez. 70% a magyar termőterületnek itt van. Azt nem tudom, hogy abból az 5500 termelőből, aki ma Magyarországon hivatalosan is mondjuk azt, hogy mi árutermelőként almát állít elő, abból mennyi, de mondhatjuk, talán gondolhatjuk azt, hogy talán a 70%-a arányosan szintén itt van. És azt jelenti, hogy ez a hatalmas almás ültetvény, ez a sok ember, hozzá még nagyon sok másik kapcsolódik, hiszen nem csak szőlő vagy almás gazdák vannak, hanem bizony mindazok, akik segítenek leszedni, akik itt dolgoznak a tárolókban, hűtőházakban, akik segítenek az értékesítésben, ne adj Isten, feldolgozásban, bizony mind-mind olyan nélkülözhetetlen és alapvető munkák, és ami lényegében az egész szabolcsi almatermelésnek az alapját jelenti. Ezért fontos az, hogy ezek a lélekemelő és közösségépítő események összejönnek, és megszervezésre kerülnek, mert lényegében azért itt mindig hiszem azt, hogy a végén egy reménykeltőbb hangulattal, reménykeltőbb gondolatokkal fogunk a végén menni. Nem csak azért, mert jó érzéssel a gyerekotthonok lakóinak almát szedünk, hanem azért is, mert valóban azért vagyunk, és azért dolgozunk, hogy bizony az itteni szabolcsi almatermelőknek, az egész almás szektornak a jövőjét egyengessük, segítsük. És még akkor is, amikor valóban hát az idei év semmilyen tekintetben nem tekinthető egy egyszerű évnek. És ez nem csak az energiaárak miatt, nem csak az input anyagárak miatt, hanem valóban az aszály miatt. És arról beszélgettünk is, hogy bizony azért a gyümölcsfák, amely nem kap vizet, az bizony nem csak egy évre szenvedi meg ezt az aszályt, hanem a következő évre is. Tehát ilyenkor van, ilyen helyzetben van szükség tényleg nagy összefogásra, és van szükség közös gondolkodásra és munkára. Ebből a szempontból én nagyon örülök és nagyon üdvözlöm azt a gondolatot, ami viszi a szabolcsi almát is az eredetvédettség kategóriájába. Ez lehet, hogy így kicsit absztrakt és kevéssé mond sokaknak konkrétumot, hogy mi a bubánat is jelentett azon kívül, hogy kap egy plecs, de a végén majd a szabolcsi alma. De lényegében, ha valaki kicsit is ismeri az olasz gasztronómiát, vagy az olasz mezőgazdaságot, akkor látja, hogy igazából nagyon-nagyon erősen épül arra, hogy így bizonyos termőtájak, bizonyos termékek megkülönböztessék saját magukat. És bizony az, hogy valami földre az járulja, ez vagy eredetvédett kategória, az valamilyen mértékben megkülönbözteti magát másoktól. És azt hiszem, hogy amikor a szabolcsi alma, mint hagyományos, ha úgy tetszik, a magyar agrárium, a magyar élelmiszer termelésnek egy hagyományos, és azt gondolom, hogy országosan ismert terméke, akkor itt az idő valóban, hogy ez kicsit 21. századi terméké, 21. századi módon megmutatható termékké tegyük, hiszen nagyon fontosak mindazok a technológiai feltételek, a munkaerő, amit vagy kormányzati támogatással, vagy bármilyen más módon megpróbálnak beállítani, fontos az Alma Centrum,
de a legfontosabb a végén tényleg az, hogy hogyan kerül ez a fogyasztókhoz. És ehhez kell szaktudás, szakértelem, kell a megkülönböztetés, hogy a szabolcsi alma neve mögött garantált, az áruházláncok és a fogyasztók által is lényegében kézzelfogható módon megismert olyan tanúsítvány legyen, ami garantálja, hogy ez valóban az, hogy így adjunk alapot, így adjunk egy újra erős megalapozását annak minőségi oldalról, ami a szabolcsi almát jelenti, és amiről azt szeretnénk, hogy jelentse. 1900 hektár almaültetvény újult meg a 2016-os ültetvény megújítással. Most 900 hektár almaültetvény kapott támogatást, tehát bízunk benne, hogy minél többen meg fogja tudni csinálni, és ez lesz az alapja annak feldolgozással, korszerű logisztikai központtal, korszerű disztribúcióval. Ez lesz az alapja annak, hogy a szabolcsi alma eredetvédett kategóriaként 10, 20, 30, 40, 50 év múlva is annak a sok ezer gazdálkodónak és annak a sok ezer embernek, aki ehhez kapcsolódik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, legyen jövője, és ebből legyen megélhetése, ezt tartsai. A jótékonysági almanapon résztvevők a nap végére összesen csak nem 40 mázsa almát szedtek Nagykálóban, ehhez a mennyiséghez azonban egyéb termelők felajánlásait is hozzászámolják. A gyümölcsöket a következő hetekben juttatja el a kormányhivatal a gyermekotthonok lakóinak. 2011 után idén újra népszámlálást tartanak Magyarországon, az adatszolgáltatás minden háztartásnál kötelező, az online formája pedig már szombaton kezdetét is vette. Hogy mit mutat meg a felmérés és hogy a lakosságnak milyen feladatai vannak az ügyben, arról dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza főjegyzőjét szeretném megkérdezni. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ön sokan hallhattak erről, hiszen reklámozták ezt, óriás plakátok is vannak, elindult tehát a 2022-es népszámlálás. A városnak, az önkormányzatnak, a jegyzőnek mi dolga van ebben, milyen munkát végeznek önök a népszámlálásban? A népszámlálás szakmai felelőse a Központi Statisztikai Hivatal, már hosszú évtizedek óta, viszont újdonság az, hogy sokkal jobban bevonásra kerültek a jegyző által vezetett polgármesteri hivatalok, mint a közelebbi népszavazásokban, és a lebonyolításnak a helyi felelősei a jegyzők, tehát gyakorlatilag az előkészítésben, végrehajtásban mi veszünk részt, mi koordináljuk ezeket a feladatokat. Természetesen minél nagyobb egy település, annál többen vesznek részt a polgármesteri hivatal dolgozói közül. Akkor bizonyára Nyíregyházán is nagyon sokan fognak ezzel a következő Igen. napokban foglalkozni. Kezdjük az elején. Véletlenül mindenki kapott egy értesítőt, egy levelet postán, amelyben fontos adatok vannak. Mik ezek pontosan? Hát az értesítő, amit háztartásonként küldött ki a KSH megbízásából a posta, az alapvetően a legfontosabb információkat tartalmazza egy oldalban, de a legfontosabb az, hogy van rajta egy 12 jegyű kód, egy 3x4 jegyből álló kód, és ez az a kód, amellyel az adott háztartás be tud lépni az online kérdőívbe, és megkezdheti a kitöltést. Ugye már szombattól lehet ezt kitölteni, október 1-től. Milyen jellegű kérdések vannak ebben a kérdőívben, hogyha valaki még nem nézte meg, akkor mire számítson, mire kérdez rá a kérdőív? Alapvetően a népszámlálásnak a 150 éves történetében nagyjából a kérdések logikája és rendszere ugyanaz, tehát a lakásokat méri fel a kérdőív, illetve a személyeket, tehát hogy az adott lakásban hány személy él életvitelszerűen, először egy lakáskérdőívet, aztán egy személyi kérdőíveket kell majd kitölteni. Viszont ezt mindig elmondjuk, többször hangsúlyozunk mi is, illetve más is, hogy az lenne a célszerű, hogyha minél többen töltenék ezt ki interneten keresztül, tehát hogy a számláló biztosoknak minél kevesebb háztartást kellene felkeresni. Erre október 16-a vasárnap éjfélig van lehetőség, tehát kérünk mindenkit, hogyha lehet, éljen az online kitöltésnek a lehetőségével. Hogyha egy családban ugye ilyen átlagos, amik apa, egy anya, meg mondjuk 2-3 gyermek, akkor a lakás kérdőívből egyet kell kitölteni, és utána pedig a személyéből mindenkinek külön-külön, vagy hogy van? Pontosan így van. Egy lakás kérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan az adott lakásban laknak.
Megnéztem, úgy nagyjából átfutottam ezt a kérdőívet, és láttam, hogy alapvetően ugye a lakásnál arra kérdeznek rá, hogy milyen típusú lakás, mivel fűtenek, stb. A személynél is vannak olyan kérdések, amelyek egyértelműek, meg vannak olyanok, amelyekre vagy kell válaszolni valakinek, vagy ha akar, akkor nem válaszol. Milyen jellegű kérdéseket tesznek föl? Igen, a kérdések között vannak kötelezően kitöltendő részek, illetve önkéntes válaszadásra adnak lehetőséget a másik részei. Ezek a szenzitív adatok, tehát nem kötelező válaszolni egészségügyi állapot, nemzetiség, vallás vonatkozásában, de a legfontosabb személyi adatokat, azokat meg kell adni, de azt hangsúlyozni kell, hogy minden egyes háztartási, illetve személyi kérdőív az csak statisztikai adatgyűjtés céljára használható fel, ezeket egyedi hatóságok nem használhatják fel, nem azonosítható be utána az állampolgár, nem lehet más eljárásban felhasználni, tehát így biztosította az adatvédelem szempontjából mindenkinek a személyes jogvédelme. Tehát ugye nevet bele kell írni, de nem fog összekapcsolódni a... Így van, illetve nem használható fel, ez csak a statisztikai hivatal és kizárólag összesített adatgyűjtés céljából, illetve tervezés céljából lehet felhasználni. Főjegyző úr, említette már a beszélgetésünk előtt, hogy már ki is töltötte a saját családjára vonatkozóan. Mennyi időbe telik mondjuk egy családnak egy ilyet kitölteni? Mire számítsunk, hogyha online vágnánk bele? Hát, hogyha valaki gyakorlott internetező, akkor általában a lakáskérdő, illetve a személyek 5 percet vesznek igénybe, hogyha valaki kicsit lassabban, akkor ennek mondjuk a duplája, de hát nem kell arra számítani, hogy ez hosszadalmas legyen. Tehát egy kis időt kell rászánni, de megéri, úgy gondolom, mert akkor eleget tett az állampolgári kötelezettségének, és részéről letudva ez a feladat. Lehet-e segíteni azoknak, akik mondjuk idősebbek adott esetben, és ugye online kevésbé gyakorlottak, szóval be lehet mondjuk a szülőknek segíteni, hogyha ők nem tudnak ebben lehet, részteni? Lehet, és ezt kifejezetten támogatjuk itt, és biztatunk mindenkit arra, hogy segítsen a családtagjainak abban, hogyha ha ez gondot okoz. Fontos lenne, hogy az elektronikus kitöltés minél nagyobb számú legyen. Ez az utolsó hagyományos népszámlálás egyébként, vélhetően 10 év múlva már erre nem kerül sor, hanem a mostani állás szerint állami adatbázisokból állítják össze a lakások, illetve a személyeknek a listáját, de ebben az esetben most még hagyományos módszerrel történik, illetve ebben az esetben is az online kitöltés, tehát az internetes kitöltés az, amit a leginkább támogatunk, aztán következnek majd október 16-át követően a személyes felkeresések. Itt jegyzem meg, hogy számláló biztos még mindig keresünk, mert ebben a tekintetben vannak mozgások, tehát akik jelentkeztek, azok közül nem mindenki vállalta mégis a feladatot, tehát ott még tudunk munkát biztosítani azoknak, akik a szavazatszámlálásban számláló biztosként kívánnak részt venni. Meglehetősen bolond világban élünk. Segítsen nekünk abban, hogyha valaki számláló biztosként mutatkozik be, akkor honnan fogjuk észrevenni, hogy valóban az? Visznek-e magukkal valami olyan hivatalos okiratot, amely alapján tudjuk, hogy akkor ő nem szélhámos, hanem valóban ebben segít? Igen, igazolványuk lesz, amelyeket biztosítunk számukra, tehát ezzel tudják majd magukat azonosítani. Fontos, hogy akkor 17-e után is lehet online kitölteni, csak még elindulnak mellette. Nem, már akkor lehet, hogy nem egyértelmű. 16-a éjfélkor lezárul az online kitöltés időszaka, onnantól már csak a számláló biztosok segítségével lehet kitölteni, de ők is majd számítógéppel fognak megjelenni. A járványügyi helyzet meg egyéb problémák miatt is ezért mondjuk, hogy aki csak teheti és tud segíteni másoknak, rokonainak, családtagjainak, az 16-a éjfélig tegye meg. Azt követően egy hosszabb időszak, október 17-től november 20-ig áll rendelkezésre arra, hogy a számláló biztosok segítségével töltsék ki a lakás, illetve személyi kérdőíveket az állampolgárok. Ugye, mivel ez egy kötelező adatszolgáltatás, gondolom vannak még pót határidő, körülbelül mikor zárul le az adat begyűjtésének ideje? Hát olyan sok határidő már nincs, mert akit november 20-áig nem érnek el a számláló biztosok, a pót visszaírása azt követően 8 nap alatt kerül sor, november 21-től 28-ig. Itt a kiértesítés alapján már a polgármesteri hivatalokat kell majd felkeresni, és ott történik meg a pót összeírás. Isten ments, hogy bárkit is riogassunk, de jár valami hátránya, hogyha valaki semmit sem úgy nem
szolgáltat adatot? Igen, hogyha a háztartásról nem kerül adat szolgáltatásra, abban az esetben a közigazgatási bírság kiszabásának lehet helye, amely akár 200 ezer forintig is terjedhet. De nyilván gondolom ez így nem az a cél, hogy bárkit is így a... Nem az, de a kötelezettségének mindenkinek elejét kell tenni. Mikor lesznek ebből körülbelül adatok? Hát ez egy hosszadalmasabb folyamat. Általában a népszámlálás összesített adatai azok körülbelül egy év vagy egy bő év után kerülnek nyilvánosságra. Még egy záró kérdés, csak hogyha valaki online szeretné kitölteni, akkor milyen honlapon, mire keressen rá? Hát a népszámlálás 2022 honlapot kell megkeresni, és ott már a belépéshez tud regisztrálni a kódjával. Jó, hát remélem, hogy sokan fogják online módon kitölteni. Főjegyző úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Más témával folytatjuk. Savanyító üzemet adtak át Szamosszegen a több mint 160 millió forintból megépített épületben. A községben megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből készítenek különböző savanyított termékeket. Az új üzemben 4 foglalkoztatott személlyel már meg is kezdődött a munka. Csípős alma, paprika, savanyú káposzta és vegyes savanyúság is került az asztalra. Ezek már azok a termékek, amelyek a napokban átadott szamosszegi savanyító üzemben készültek el. A Szatmár és Berek határán lévő kistelepülésen a kormány gazdaságélénkítő programjának keretében kapott 167 millió forintos támogatásból valósították meg a beruházást. 2020. december 15-én jött létre a támogatási szerződés, amely szerződésben az önkormányzat 117 millió 36 ezer 101 forint támogatásban részesült, amely a létesítmény mellett 5 fő álláskereső alkalmazását is lehetővé tette a beruházás megvalósításának időtartamára. Ebben a szerződésben az önkormányzat azt vállalta, hogy 2 fő munkatörvénykönyve szerinti alkalmazását az üzembehelyezés időpontjától számított, legalább 3 évig biztosítja. Közben ugye elemi erővel tört be egy világjárvány, majd a háborús konfliktus, majd az aszály. Azt követően áremelkedés ismét veszélybe sodorta a projektet, de segítségünkre sietett a belügyminisztérium, hiszen módosíthattuk a szerződést. A módosított támogatási szerződés értelmében a támogatási összeg 167 millió 65 ezer 163 forint lett. Az üzembehelyezési ideje 2022. szeptember 1. Az épület 24 helyiségből áll, az összes alapterülete 248,26 négyzetméter. Köszönettel tartozunk a járás, illetve a megyei foglalkoztatási osztályok vezetőinek, munkatársainak, a tervezőnek és a kivitelezőnek. Ez a létesítmény egy újabb hatalmas lehetőség a település életében, azért, mert eddig ilyen még Szamosszegen nem volt, mint ahogy termelői piac sem, ami ugye itt van mellettünk, pedig a lakosság ezt is igényelte volna. Szinte minden udvaron volt zöldség, gyümölcs termesztés, befőzés és savanyítás, de ezek elszigeteltek maradtak és napjainkra csak nem elfelejtődtek. Ez a létesítmény alkalmas arra, hogy ezeket az esetleg még meglevő képességeket ne hagyja veszni. Ezért foglalkoztunk a közfoglalkoztatásban is elég hosszú ideje a zöldséggyümölcs termesztéssel is többek között. Nem titkolt célunk, hogy a környező önkormányzatok megtermelt terményeit is átvegyük. A létrehozott non-profit Kft. Elnevezése Szegi Édenkert Kft., amely arra utal, hogy ez a terület valamikor Édenkertnek hívták, és nem véletlenül. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szerint a kezdeményezés a termelőknek és a fogyasztóknak egyaránt kedvező. Az önellátás az egyre nagyobb hangsúlyt kap, azt hiszem, hogy mindannyiunk életében. Ez ugyanúgy igaz a családokra, ugyanúgy igaz a közösségekre, önkormányzatokra. És ez egy jelentős lépés ebbe az irányba. És a másik az, nagyon sokat hallhatjuk ugye a rövid ellátási láncokat, hogy azok mennyire fontosak abban, hogyha egy terményt szeretnénk az asztalig eljuttatni, arra az asztalra, ahol, amelyről étkezünk. És hát itt azt hiszem, hogy pontosan egy ilyen beruházás kapcsán pontosan megvalósul az, hiszen helyben termelt termékekről van szó, vagy éppen a környéken termelt termékekről, legyen a szatmári vagy beregi településről származó. Mindenki tudja, hogy honnan származik, hogy mi kerül az asztalra, mi kerül be a savanyító üzembe, és tudhatja annak az terméknek az útját, és láthatja azt, hogy hogyan lesz belőle az a termék, majd amely az asztalra kerül. És hát ugye az egészséges táplálkozás, a tudatos táplálkozás azt hiszem egy nagyon fontos dolog az elkövetés, természetesen a mindennapjainkban is, és az elkövetkező még nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni, és az ilyen beruházások ebben jelentenek jelentős segítséget és előrelépést. A savanyító üzem környezetét szinte teljesen letérkövezték, ezt a munkát pedig nem külső vállalkozó, hanem a település közfoglalkoztatottjai végezték el.
Tilki Attila országgyűlési képviselő szerint a mintaprogramra és az üzemben kialakított termék előállító munkára nagy szükség van a térségben. A belügyminisztérium a hátrányos helyzetű települések, megfelelő szociális mutatókkal rendelkező települések között végzett egy felmérést, és különböző mutatószámok alapján úgy döntött, hogy ebbe a fejlesztendő körbe beleesik Szamosszeg, ahol egyébként az önfoglalkoztatás már a korábbi BMS programokból kézzelfogható eredménnyel bírt, hiszen a mögöttünk lévő savanyító üzem térkövét is itt helyben közfoglalkoztatásból a helyi emberek csinálták meg. Tehát én úgy gondolom, hogy jó volt a döntés, hogy támogatták a települést, és én már láttam munka közben, most az ünnepélyes átadása volt, de a termelés, a savanyítás az már elkezdődött a nyár folyamán a különböző mezőgazdasági termékekkel. Hogyha sikerül a többletet különböző települések számára, vagy máshova értékesíteni a településeknek, akkor én gondolom, egy jó konstrukció lesz. Annál is inkább, mert azért az itteni terméknek olyan íze van, aminek nincs párja. A belügyminisztérium a gazdaság élénkítő programban 127 olyan települést választott ki országszerte, amely felmérése szerint nagy termelői kapacitással bír. Szamosszeg is ebbe a körbe tartozott. Réti Pák közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár pedig szólt arról is, a községet az átlagnál gyengébb foglalkoztatási adatok miatt is támogatta a tárca. Az ország 3178 településéből 445 települést választottunk, és e körben azt találtuk, hogy 127 olyan település rendelkezik olyan termelési kapacitásokkal, amelyek a helyi igényeket meghaladják, és próbáltunk erre alapozni ezeket a fejlesztéseket. Ugye a 2019-ben indult első ütembe 127 település közül 50 település a támogatására tettünk javaslatot a kormány irányába, és az a vezérelt minket, hogy azokat a településekkel indultunk, ahol ezen feltételek fennállnak, amit elmondtam az imént, és megnéztük azt is, hogy hol a legmagasabb a tartós munkanélkülieknek az aránya, így választottuk ki a második, harmadik és a negyedik körnek a potenciális kedvezményezettjeit is. Ugye a jelen pillanatban az első három ütemben kijelölt összesen 150 településből 93 település részesült támogatásban. Egy része a belügyminisztérium fejezetéből, de azt ugye láttuk, hogy ezek a források nem lesznek elegek az összes települési körre. Így az a felsővezetői döntés született a belügyminisztériumba, hogy a gazdasági élénkítő programban résztvevő települések egy részét közfoglalkoztatási mintaprogramként fogjuk finanszírozni, és az önök települése is ebbe a körbe került. 21 települési önkormányzat volt az, aki Start mintaprogram keretében valósította meg a programját. Az, hogy az önök települése a közfoglalkoztatási programokban is kiváló teljesítmény nyújtott, az is fémjelzi, hogy ugye a belügyminisztérium díjazza ezeket a települési önkormányzatokat minden esztendőben, 2016-ban az önök települése is Start Plus elismerésben részesült. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az első ütemben Barabás, Nyírkércs, Őr, Győrtelek, Levelek, Szamosszeg, Ramocsaháza, Petneháza és Gyulaháza kedvezményezett, a második ütemben Búj, Gávavencsellő, Nyíribrony, Laskod, Nyírtas, Kállósemjén, Tornyospácsa, Tyúkod, Nagyhalász, harmadik ütemben Nyírjákó, Csenger, Dombrád, Döge, Záhony, és negyedik ütemben Ófejértó, Nyírmegyes és Tiszalök. Ugye az önök települési önkormányzat a 2012 óta foglalkozik mezőgazdasági programokkal, amelyek nagyon erős programok, és ezen belül uborka és paprika termesztés is domináns, és nyilvánvalóan én sejtem csak, hogy ezért jött ez az ötlet. Én azt gondolom, hogy ez a portfólió, amit létrejött, ez egy fenntartható, és én azt hiszem, hogy most a háborús helyzetet és a nemzetgazdasági helyzetet is vizsgáljuk, nem csak nemzetgazdasági szinten, hanem a háztartások szintjén is felértékelődik az önellátásnak a képessége. Én azt hiszem, hogy az önellátás képességének a növeléséhez ez a fejlesztés mindenféleképpen hozzá fog járulni. A program teljes támogatási összege a kiegészítő támogatásokkal, amiről annyit jegyeznék meg, hogy én azt gondolom, hogy senki nem gondolt, hogy az építőanyag árak és a munkadíjak ennyire el fognak szaladni, és én azt hiszem, hogy egy elkezdett beruházásnál nekünk nincsen más dolgunk, csak az, hogy előre tudjunk menekülni ezekből a programokból, és befejezzük őket. Tehát adtunk hozzá kiegészítő támogatást, 176 millió 959 ezer forint volt,
a teljes támogatási összeg. Én azt hiszem, hogy a belügyminisztérium az elmúlt időszakban a kormányhivatalokkal közösen olyan tájegységeken belüli önálló termelés kialakítására és mezőgazdasági tradíciókon alapuló termékfeldolgozás támogatására törekedett, amelyek a nyíltpiaci foglalkoztatás is magukban hordozzák. Én azt hiszem, hogy meg kell emlékeznünk arról is, hogy hogyan nézett ki a foglalkoztatás 10 évvel ezelőtt. 2013-ban, amikor elkezdett fölfelé ívelni a közfoglalkoztatás, ebben a megyében 55.661 fő álláskereső volt, 2022. 8. hóban 23.759, közel fele a csökkenés. A településen is kedvező elmozdulás érzékelhető, hisz 13-ban 224 fő, 2022 8. hóban pedig 100 fő alá ment a létszám, 99 fő volt az álláskeresők száma, és azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy ilyen jó számokat produkált a hazai szakpolitika, van még közös dolgunk bőven az álláskeresői létszám csökkentése érdekében. A savanyító üzem összesen 4 fő foglalkoztatását teszi lehetővé Szamosszegen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb ezzel a műsorral szerdán találkozhatnak, akkor mezőgazdasági aktualitásokról és a megyei kórház legújabb fejlesztéseiről is szó esik. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!